Szeretettel köszöntöm Önöket, Hargita György vagyok, mesterszakács, és ez itt az én alapszakácskönyvem elnevezésű YouTube csatornám, és itt a hétvége. Azon gondolkodtam, hogy mit főzzek két napra, és volt nekem egy ilyen kilós darab marha lábszáram, ez ott a kiinduló ponton, és gondoltam, hogy elkészítek egy régi piros kockás abroszos fogást. Ez a kész ételek között szerepel, sajnos ma már ez sincs a kínálatban, ennek az a neve, hogy mészáros tokány, köretként pedig egy hagymás tört krumplit kap. Mutatom is Önöknek a receptet. 1 kiló marha hússal fogok dolgozni, marha lábszárral, meg is mutatom, és most ehhez olyan 16-18 deka füstölt szalonna az, amit első körben fölvágok. Eredetileg ezt csikokra kell vágni, azután a zsírját kisütni, majd a töpörtyűt kiemelni magából az edényből, és csak a zsírját használjuk az ételkészítéshez. Legfeljebb a tetejére szórjuk majd a szalonna pörcöt. Úgyhogy tulajdonképpen mindegy, hogy mi erre vágjuk, csíkokra vagy kockákra. Az igazat megvalva kockákra kényelmesebb vágni, úgyhogy én most csak ezért teszem így. De aki hűen szeretne ragaszkodni az előző recepthez, vágja vékony csíkokra. Apró pici csíkokra. A szalonna bőrét természetesen eltesszük, hiszen hamarosan itt a karácsony, meg az év vége, egész biztosan főzünk lencsét, főzünk káposztát, ezekhez tökéletes lesz. Kis lángon már fel is teszem, és elkezdem kiolvasztani a zsírját. 20 deka vöröshagymát megtisztítottam, és most fél karikákra vágom. 4 gereszt fokhagymát megtisztítottam, mint mindig ezt a zöld csírát kiszedem belőle, ez nem kell nekünk, ugye ez okozhat kellemetlenebb illatokat, illetve ez bántja jobban a gyomrot is. A többit a korábbi gyakorlatnak megfelelően a kés fokával, tehát a megfordított késsel jó apróra zúzom. A húsról csak azt a vastagabb hártyát távolítom el, amit nem szívesen látok rajta. Tehát körülbelül ennyi hártyát távolítottam el, ezeket természetesen rajta hagyom, hiszen ettől lesz jó szaftos, vagy extrában szaftos. Most annyit teszek, hogy felszeletelem továbbra is lehetőség szerint a rostjaira merőlegesen. Lehet, hogy nem is mondtam a legfontosabbat, tehát ez 1 kg marha lábszár. No, a lényeg, a szeleteket azután ilyen kis csinos csíkokra vágom. Ha volnának benne még ilyen vastag inak, azt még kivágom belőle. Az örgősre kirított szalonnát pedig vagy elropogtatom, vagy félreteszem és jó lesz máskorra, vagy pedig akár az étel tetejére is rá lehet majd szórni. A szalonna zsírjában először a vörös hagymát fonyasztom meg, egy ilyen 4-5 perc. Talán precízebb, ha azt mondom, hogy kevergetve, üvegesre sütöm. Ezután hozzáadom a húst, és többször belekeverve 4-5 perc alatt körös körül fehéredésig pirítom. Nagyjából a pirítás fél idejében hozzáadom a fokhagymát, teszek bele egy ilyen mokkáskanálnyi őrölt fekete borsó csapott mokkáskanálnyit inkább, egy csapott kiskanál morzsolt kakukkfüvet, körülbelül egy kupozott kiskanál sóval ízesítem, öntök rá nagyjából 1 decinyi fehérbort, körülbelül így, hátratolom, hogy jobban tudom szabályozni a hőt, kislángra állítom, és másfél óra múlva akkor találkozunk, pontosabban nem, hiszen mindjárt állunk is neki a köretként kínált hagymás tört krumplinak. Személyenként 1 krumplit összevágtam, ugye akkor ez 6 darab, mert hogy ez egy 6 fős adag, talán eddig nem mondtam, és feltettem annyi vízben főni, amennyi bőven ellepi, dobtam bele egy olyan jó kiskanálnyi sót, kupozott kiskanálnyit, és amikor puhára főtt, leszűröm. Közben pedig összevágok 4 közepes fej vörös hagymát. Serpenyőben fakanálnyi zsírt felolvasztok, a hagymát rádobom, és 7-8 perc alatt kevergetve üvegesre fonnyasztom, üvegesre pirítom, párolom. Közepes vagy kis lángon dolgozzunk, inkább nincs sem nagyon. Eltelt 8 perc, aranyszínűre
megpirult a hagyma, ez így tökéletes, tettem hozzá egy picit borsot, teszek rá egy kevés majorannát, ezek tényleg ilyen ízlés szerint, de körülbelül egy-egy mokkás kanál, fél kis kanál, teszek rá egy ilyen, hát egy csapott kis kanál piros paprikát, elkeverem, hozzáadom a leszült burgonyát, és alaposan összekeverem, közben éppen csak annyira töröm meg, amennyire szeretném, tehát ez viszonylag ízlés dolga. Én azt hiszem, hogy nekem ez így tökéletes. Egy dolog hátra van, meg kell kóstolni, elég ízes, elég fűszerese. Minden teljesen klassz, egy leheletnyit sótlan, utána megyünk pici só. Két evőkanál megforrósított olajon, vagy egy jó evőkanáli megforrósított zsíron 30 dek a karikákra vágott virslit megpirítok. Nem is kellett másfél óra ahhoz, hogy a lábszár tökéletesen megpuhuljon és a zsírjára süljön. Most a következőt tesszük. Egy pupozott kis kanál sűrített paradicsomot hozzáadunk, és kevergetve körülbelül 1 percig pirítjuk. 1 perc elteltével, amikor sűrített paradicsomot megpirítottam benne, egy pupozott kis kanál liszttel meghintem, és 1 percig ezzel is pirítom. Ezután fölöntöm 1 deciliternyi fehérborral, körülbelül így, öntök hozzá nagyjából 2 decinyi vizet, akkor jó, ha körülbelül olyasmi állagú lesz majd, mint egy pörköltem, már mint a szaftja. Közben hozzáadom a virslit is, 4-5 percig forralom, megkóstolom, ha hiány lenne valaminek, utána fűszerezek, és következhet a tálalás. A szalonna íze és a bor íze tökéletesen jön, amivel még adós nekem az étel egy pici só, egy pici bors, és egy kevés kakukkfű még az, amivel utána ízesítek, fűszerezek, és így már tökéletes lesz. Tehát ahogy említettem, 5 perc főzés, és már jöhet is pontosabban tárolás, és már jöhet is a tálalás. Halmoztam a hagymás tört krumpliból. Mellé kanalaztam a mészárostokányt egy kevés fölaprított petrezselyemmel. Meghintem. Végezetül úgy gondolom, hogy a pörcből is teszek rá egy keveset. Így. És ebben a pillanatban elkészült nekem a mészáros tokány hagymás tört krumplival. Akinek szimpatikus volt a videó, kérem nyomjon rá egy lájkot. Aki pedig eddig nem iratkozott fel a csatornámra, én azt javaslom, tegye meg mielőbb, hiszen most már több mint 540 ételvideóból válogathatnak. Köszönöm, hogy itt voltam, vigyázzanak magukra, kitűnő egészséget kívánok szíves mindannyiuknak.